Köszöntöm kedves nézőinket az Egyenleg című műsorban, és tisztelettel köszöntöm a stúdióban vendégünket, dr. Szili Katalint, a parlament elnökét, a 2. számú országgyűlési választókerület képviselőjét. Köszönöm, kicsit nehéz így kimondani időnként. Jó estét kívánok én is önnek is, és a kedves Pécsi Televízió nézőknek. Azért is akadoztam mindjárt az elején, mert már az járt az eszemben, hogy a legizgalmasabb információkat fogja ön most nekünk elmondani az LKF kapcsolatban, hiszen, hogy úgy mondjam, vigyázó szemét most Pécsre vetette, mert hát az LKF kapcsolatosan volt egy találkozója délután, ami elég hosszú is volt, ha jól tudom, és milyen eredményekkel zárult ez a találkozó? Hát igen, valóban visszatekintettem egyébként, hogy egy évvel ezelőtt volt az első olyan összejövetel, ahol én magam is úgy gondoltam, hogy Európa Kulturális Fővárosa projektjére, vagy úgy mondjam, egy picit rátekintünk, és főleg az utóbbi időben egy hónappal ezelőtt volt már egy ilyen leülésünk, akkor az érdekeltekkel abban maradtunk, hogy folytatjuk ezt. És én arra kértem mindenkit, hogy készítsenek el arra vonatkozóan egy tájékoztató anyagot, hogy azokból a projektekből, ami az építéseket jelenti, tehát talán fogalmazhatnék úgy, hogy a hardware-jét, igen, a beruházásokat a 2010-es Európa Kulturális Fővárosának, ezt tekintsük át, hogy 2010-ig milyen ütemezésben, hogyan fognak megvalósulni. És hát nyilván a másik kérdés, ez pedig a programozással kapcsolatos, és hát azért kicsit rátekintettünk arra is, hogy a szervezetrendszer hogy áll össze, hiszen azért nagyon sokszor kapott média nyilvánosságot, hogy bizonyos pozíciókról emberek elhagyták ezt a hajót, és hát én nagyon remélem, hogy most már egy olyan stabil csapat áll össze, amelyik valóban végig fogja tudni vinni ezt a projektet. Tehát igazából erre szerettem volna én magam is ránézni, hiszen Pécsi Baranyai országgyűlési képviselőként számomra is nagyon fontos az, hogy azokból, ami időnként a médiumok nyilvánosságában hírek megjelennek, ami sokszor nem is mentes a szkeptikus hangnemtől, én azt hiszem, hogy fontos, hogy mi magunk is tisztában legyünk azzal, hogy hogy állunk. És hogy állunk? Hát az egyik, amit én nagyon fontos és szeretnék kihangsúlyozni, hogy igazából nincs túlontúl sok alapja annak, hogy már most bárki elkezdje eltemetni 2010-es Európa Kulturális Fővárosa projektjét, sőt még az a hang sem, ha valaki esetlegesen már most úgymond degradálóan szól erről, hogy ez biztos majd csak egy ilyen pecsenyesütéses, meg nem tudom én milyen esemény sorozat lesz. Én azt hiszem, hogy Pécs közönsége, az itteni lakosság az sokkal többet tesz is és érdemel ebben a tekintetben. És hát el kell, hogy mondjam, hogy mind az öt olyan projekt, ami megvalósításra kerül, beleértve azt, hiszen pénteken lesz például a nagy kiállítótér eredményhirdetése, de mondhatom a tudásközpontot is, mondhatom a koncert és konferencia központot, mind a három tekintetében jövő nyáron a kivitelezés elkezdődhet. És elég lesz egy év az építkezésre? Hát nem egy év, másfél év lesz, az természetesen elég lesz. Én azt hiszem, hogy ez munkahelyeket is fog tudni teremteni. És hát nyilván azért az építőipari beruházások azok, azt hiszem, hogy elég sok területen igényelnek munka lehet ötett munkásokat. És akkor hozzáteszem, hogy van a másik kettő, a Zsolnai területének, illetőleg a közterek, közparkok rendbetétele beleértve a Széchenyi tértől a Buzatér, Haltér, az Indóháztér, vagy ugye az állomás tere, ahogy mi nevezzük valamennyit. Hát talán ez lesz a leglátványosabb, meg a legépen. Igen, ez viszont jövő év ősszel, ez a két projekt jövő év ősszel kezdődik el. Ez azt jelenti, és megvan a megfelelő ütemezés is, hogy mostantól kezdve mikor lesznek a pályázatok elbírálása, szerződéskötések, tehát van egy ilyen tervezés. Erre egyébként még augusztus közepén rá fogunk újra tekinteni, tehát én azt kértem valamennyi jelenlévőtől, ebbe beleértve a pécsi árdirektortól, a KHT vezetőjén keresztül a Budapesten az OKM-ben a koordinációért felelős munkatársat, hogy polgármester urat, alpolgármester urat, hogy ezt folyamatosan tekintsük úgy, hogy havonta egyszer legyen arra alkalom, hogy mi magunk is
egy fél órát, órát a szánjunk arra, hogy áttekintsük, hogy hogy állunk. És akkor van a másik kérdés, ez a program. Még előbb egy pillanatra térünk vissza ezekhez az épületekhez, mivel itt nem csak a határidő szokott probléma lenni, hanem az is például, hogy lesz-e hozzá elég pénz. Természetesen, ebben egyébként Kocsi Lászlót kértük meg, aki a megyei képviselőcsoportunknak a vezetője, hogy legyen folyamatosan jelen és kísérje figyelemmel, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, akivel egyébként ebben egy folyamatos diszkuszióban vannak a projektnek a gondozói, hogy minden pillanatban kísérjük figyelemmel, hogy ez az ütemezés hogy történik, megvan egyébként ezekhez a pénz, meg kell lenni, és meg is van. Nyilván megvannak azok a programok, amiből ezt finanszírozni fogják. A városi önrész is meg lesz hozzá, vajon? Természetesen. Ma arról kaptam tájékoztatást, hogy ehhez minden olyan lehetőség rendelkezésre áll. Most éppen a Kocsi képviselő úr arra kapott megbízást, hogy nyilván ennek a finanszírozási hátterét az NFÜ-vel tisztázza. Ezt látni kell, hogy ez nem csak Pécs projektje, nem csak a régiói, ez magyarországi. Én úgy hiszem, hogy minden egyes döntéshozónak maximálisan az az érdeke, hogy 2010-ben ez sikerrel végződjön. Hát még akkor ez egy egész konkrét kérdés. A harmadik ilyen kérdés, ami az intézményekkel és az új épületekkel kapcsolatos, a fenntarthatóság kérdése. Mindenki azt mondja, hogy építünk majd monstrumokat, amik itt fognak állni, vagy az önkormányzat költségvetéséből kell majd nagy erővel finanszírozni, amit már amúgy se tud az önkormányzat intézményeket finanszírozni. Ezeknek a szükségessége és fontossága bebizonyosodott-e, a fenntarthatóságuk látható-e? Főszerkesztő, én bízom abban, hogy Pécs városa akkor, amikor meghoz ilyen döntéseket, akkor ennek a költséghaszon elemzésével maximálisan tisztában van. És én remélem, hogy ez így van. Nézzük végig. Egy konferencia és koncert központ, amiben 1000 fős, ha emlékeim nem csalnak, a konferencia központ, illetőleg 1200 fős a koncert központ, tehát ennyi a befogadó képessége. Ön szerint szüksége van erre Pécsnek? Biztosan. Én ebben tökéletesen biztos vagyok, hiszen... A kultúrában dolgozó, így gondolom. És nem csak a kultúra, én azt hiszem, hogy konferenciákra, én magam is tudom azt, hogy vannak bizonyos rendezvények, tehát ezt azt hiszem ön is nagyon jól tudja, amiket egyszerűen képtelenség megrendezni, mert nincs befogadó hely. Az egyetem aulája az egyetlen, ahol mondjuk egy 500 fő körüli, vagy ennél egy picit nagyobb rendezvényt meg lehet egyébként, és azon kívül meg van a sportcsarnok, ahol meg 3000 fő befogadó képességű. Tehát erre én azt gondolom, hogy egy nagyon jó marketinggel, tehát nyilvánvaló, hogy ebben fontos az is, hogy milyen lesz ez a 3 év, ami előttünk van, milyen lesz erre a ráfutás, tehát milyen programokat tudunk biztosítani a jövő évben. Én tegnap este például a Művészetek Palotájában voltam egy Sif András koncertem, ahol kb. 1500-an, tehát tele volt a Művészetek Palotája. Na jó, hát ez Budapest. Az Budapest, de én azt hiszem, hogyha mi valóban arra akarjuk Pécsnek és Baranyának a jövőképét építeni, ami egy tudás, konferencia, turisztikai központ, ahol egyébként itt van egy óriási egyetem, ami szerintem rengeteg olyan konferenciát is jelent, ahova ennek a befogadó képessége szerintem meg lesz. Sokszor pontosan az ma a probléma, hogy azért nem kerül csak ide dolog, mert egyszerűen nincs hely hozzá. Másik ugye a nagy kiállítótér. Ebben nagyon jól tudjuk, hogy hányfele milyen jellegű kiállításaink vannak. Egyébként én dédelgettem egy álmot, erről még nem tettem le. Azt hiszem éppen Pál Zoltán volt az ötletadója, hogy csináljunk egy ilyen közép-európai, európai Guggenheim múzeumot, ahova mindenhonnan ajándékként különböző kultúrákból, országokból kapjunk egy-egy olyan tárgyat, ami aztán így kiállítható. Én nem gondolom, hogy erről le kellene mondanunk, lehet, hogy ez még mindig egy kivételezhető. Én nagyon jó ötletnek tartottam. Sajnos én elő is készítettem azt, hogy a házelnök kollégáimat megkérjem arra, hogy tegyenek erre lépéseket. Remélem, hogy a kultusztárca is előbb-utóbb ezzel egyet fog érteni, hogy egy ilyet tegyünk. Például ez is mondjuk a fenntarthatóságnak egy jó lehetőséget biztosítana, de a tudásközpontot tekintem, ami könyvtárral együtt van, mindannyian tudjuk, hogy akár a megyei könyvtár, akár a városi milyen helyi és egyéb gondokkal küzd,
Én úgy hiszem, hogy egy ilyen egyetemi város, egy ilyen kulturális központ valóban megérdemel egy könyvtárat. Tehát ezekben biztos vagyok, hogy a kihasználtsága meg lesz. Igazából talán nem is azzal van a probléma, hogy ezeket az intézményeket fenn lehet-e majd tartani, hiszen ha azt nézzük, egy önkormányzatnak mindenképpen kell belefetszölnie valamit, csak az intézmények által létrehozott értékeket kellene visszagyűjteni a közösség számára. Hát ugye ez a helyi elosztási rendszer hiányzik a dolgok mögül. Meg tudja, mi hiányzik, azt el kell, hogy mondjam, amit én ma mindenütt érzékelek az országban, hogy van egyfajta ilyen, nem is tudom, ilyen, mintha az emberek a hitüket vesztették volna abban, hogy érdemes ezeket. Hát tulajdonképpen röviden fogalmazni, mondhatom ezt is, hogy nem, de én nagyon örülnék, ha az emberek a hitüket visszanyernék abban, hogy érdemes ezeket csinálni, és nem lennénk kis hitűek abban, hogy azért nekünk olyan értékeink vannak, amelyeket azért érdemes a világ számára bemutatni. Elnök asszony, ha megengedi, még egy dolog talán szükséges hozzá. No. Magyarországnak ugye van egy fővárosa, ami annyira főváros, hogy már nincs is másik. Ha lesz egy európai kulturális főváros, az nem Magyarország kulturális főváros, az Európa egyik kulturális fővárosa lesz. Elképzelhető-e az, hogy a hazai figyelem ide fog irányulni, és hogy itt is megszülessenek döntések, és hagyják ezt a várost saját főváros lenni. Azt hiszem, a múltkori beszélgetésünkön már kezdjük azt azért percegetni, hogy milyen érdekes, hogy milyen a mi gondolkodásmódunk, mert ha most megnézi a médiumokat, és kicsit talán ennek is szólt azért a ma délutáni összejövetel, hiszen azért én szerettem volna, ha azt mindenki látja, hogy függetlenül attól, hogy időnként az jelenik meg, hogy na hát ez a projekt már elveszett, elment a hajó, ebből már nem lesz semmi, hogy mi hajlamosak vagyunk arra mindig, hogy ugye ha félig van egy pohár, akkor azt mondjuk, hogy ez félig üres, és nem azt, hogy félig tele. Én a nem távoli múltban Bécsben jártam, ahol Linz bemutatkozott, és kiállt Linz polgármestere, és bemutatta ott. Egyébként ilyet én is fogok majd jövő év tavaszán a parlamentben csinálni, ahol én azt gondolom, hogy Pécs baranyai elszármazottaknak, de hát országvilágnak, aki érdeklődik, be tudjuk mutatni azt, hogy hogy fog kinézni Pécs Európa kulturális fővárosaként, és kiáltott a polgármester úr, a Linci, és akkor mondta, hogy nem tudom, valamelyik projekt, hogy ez nem fog befejeződni 2009-re, de nem baj, majd 2010-ben átadjuk, akkor is kell valamit átadni. Nem. És ezt megtapsolták, tehát nem az volt, hogy hú, hát akkor most ebből mi lesz, meg nem. Tehát, hogy próbálták ezt pozitívan felfogni. Ebből nekünk azt kell látni, hogy Pécsnek ez egy kiváló lehetőség bizonyos területeknek a rendbetételére, arra, hogy ez a város kapjon egy új lendületet, legyen egy újfajta képe. Én azt szeretném, ha ebben a városban és az országban ezt mindenki a magáénak érezné, és ne azzal törődnénk, hogy na ez biztos rossz lesz. Szóval mi mindent olyan nem is tudom, szóval ezért lenne jó. Remélem, hogy inkább az aggódás szól mindenkiből ebben a dologban, hiszen már mindenki azt várja, hogy valami eredmény. Szerint az, ami időnként a sajtóban megjelenik, az az aggódás nem, hangja? Nem, mindig. Nem. Viszont azok is egész furcsa mozdulatok, hogyha már kibeszélünk itt egy pár dolgot, hogy lehet, hogy pont most találják ki, hogy pont 2010-ben legyen a magyar kulturális főváros. Szóval, már hogy értve, hogy... Hát lesz egy magyar kulturális főváros. Igen? Elindult egy ilyen mozgalom, igen. Igen, hát igen. Az mondjuk ez is egy saját... Ez egy sajátos magyar ötlet, hogy igen, ha már igen. Európa kulturális fővárosa nem lett valaki, akkor majd lesz valaki magyar kulturális főváros. Hát én ezt nem kommentálom, nem az összefogást. Itt tényleg azt kellene érezni az egész országnak, hogy ez nem csak Pécsnek szól, ez Magyarországnak szól. Pécs az egyik olyan város, ahol... világörökség együtt van, tényleg olyan környezettel, olyan hangulattal, ami én azt gondolom, hogy ennek az országnak is tényleg a dicsőségére szolgál. És azért ebben a városban nagyon sokan sokat tettek, ezért én ezért tartom fontosnak, hogy valóban a város minden egyes lakója ezt picit a magáinak érezze. Én ezt kértem a polgármester úrtól is, hogy be kell mindenkit vonni abba, hogy... Ez legyen inkább Pécsnek egy felemelő érzés, ne lehajtott fővel kelljen ezt tudomásolni. Félbeszakítottam önt, amikor a programokról beszélt az imént. Igen. Na, most hát az a másik kérdés, ugye, de még azt ugye nem fejeztem be, hogy
a közterek és a zsolnai is el fog készülni. Tehát az is meg lesz, én direkt felhívtam a figyelmet ma, hogy nem 2010-ben, hanem 2010-re készülnek ezek el. Ugyanakkor a programokat pedig augusztus végéig készítik el az arra illetékesek. Ez azt jelenti, hogy szeptember elejére teljesen összeáll minden, ami a 2010-ig terjedő valamennyi programot jelenti, beleértve nyilván 2010-et is. De miért nem csak 2008-ra pályáztak most, akik pályáztak? De igen, de kell egy átfogó programnak már látszani arról, hát nyilvánvaló vannak olyanok, amelyek hát mondjuk a Rolling Stones ide akarnák hívni, akkor azt már meg kéne írni 2010-re. Persze, tehát azért azt illik látni, nyilván a pályázat az egy más kérdés, hanem egyszerűen az, hogy átfogóan mi az, ami 2010-ig látszani fog, az augusztus végére elkészül. Egyébként 3,6 milliárd forint van csak arra, ami a programokat jeleníti meg. Ebből 2,3 kifejezetten programokra és 1,3 pedig a milliárd forint a marketing és a kommunikációs célokra. Nagyon sokan érzik úgy, főleg a civilek, hogy nem férnek hozzá ehhez az LKF-hez. Ez valamiféle döntési burokban van, és van egy olyan döntési kör, amihez nem lehet hozzáférni, és nem tudnak a civilek. Nagyon sok zaj és füst keletkezik a program körül egyébként azért, mert a civileknek nincs meg az a csatornája, amivel becsatornázhatnák őket ebbe a rendszerbe. Hogy áll ez? Én ezt, ha valóban van egy ilyen fajta feeling, ezt rossznak tartom. Azért tartom rossznak, mert ahogy hangsúlyoztam, igazán akkor fogja mindenki úgymond a hitét megőrizni, és fontosnak tartani a saját maga számára is ezt az egész kulturális fővárosi címet, ha mindenkinek van benne egy pici része, hogy azért valamit adott hozzá. Én azt hiszem, hogy ebben, és akkor én magam is meg fogom tenni arra a kezdeményezést, hogy úgy, ahogy én is tettem már ezt a város értelmiségével, meg ahogy fogom is tenni, össze kell fogni a civileket is abban, aki tenni akar, igen, tegye hozzá a maga kis projektjét és a maga hozzáadott értékét. Tehát lehessenek civil részei is a kulturális fővárosnak. És hát nyilván azért még van ennek egy szelete, ami szerintem nagyon fontos lesz. Hát ugye szállodák, lehetőség arra, ami az italást, az ittlakást jelenti. Én nagyon örültem annak, amit Orfű kezdeményezett a gasztrofalú kérdésében. Na, köszönöm, hogy el tetszett kezdeni, mert most Orfűvel folytatnánk. Igen, mi nagyon jókat tudunk már beszélgetni. Valóban szombaton ott voltam, ahol polgármester asszonnyal, Serényi Ákos úrral tartottunk, illetőleg a Gasztronómiai Szövetségnek a vezetőjével, Bögyös Sándor úrral egy olyan sajtótájékoztatót, ahol bejelentettük azt, hogy Orfű szeretne egyébként hozzájárulni valamivel szintén ehhez a projekthez, a sikeréhez, hiszen ha valaki eljön Pécsre, lehet, hogy ellátogat a környező településekre, azoknak, akik idejönnek, valahol enni kell, valahol aludni kell, és ez volt az ötlet, hogy egy gasztrofalú címmel hozzájárulnának, tehát szeretnék azért 2009-es évben a fölfutással egy főpróbát is biztosítani arra, hogy kemencés napok, a Medvehagyma Fesztivál, hogyan fűzhetők fel arra a projektre, amit Pécsnek jelent a kulturális város. Egy baj van, hogy most Orfű a szárasztónak nedves partja. Hát igen, ezt hallottam én is, hogy ott komoly problémák vannak. Hát bezárták a strandot. Igen, konkrétan. A strandot, hát ez szerintem ez egy nagy hiba, úgyhogy én is ebben tájékozódni fogok ezekben a bezárása az biztos nem, azt mondják, hogy ez egy nagyon veszélyes helyzet volt, hogy egyáltalán megnyitották, azt tartotta hibának a Füzinék Ajdi Zita, a polgármester, mert azt mondta, hogy nem, most azt vizsgálják, hogy egyáltalán szabad volt-e megnyitni egy hétre, de hát nyilvánvaló, hogy ennek én a helynek erre szüksége mit tartok van. A legnagyobb problémának? Az, hogy július 11-e van. Hát és hogy itt ma erről kell beszélni, hogy szabad-e megnyitni, vagy nem szabad megnyitni. Tehát én azt gondolom, akkor, amikor a tónak a kotrása, illetőleg ezek az egész eljárások megtörténtek, azt mindenkinek tudnia kellett, ráadásul ez egy olyan tél volt, ahol nem is volt igazán tél, mert sehol semmi nem volt. Én úgy hiszem, hogy nem tehető tönkre egy ilyen település azzal, hogy azok főleg, akik mondjuk ott az idegenforgalomra alapozzák a maguk bevételeit is, tönkre menjenek attól, hogy valakik éppen ezt felelőtlenül tették. De kik? Hát ezt most tőlem... Ja, nem tudom, hanem hát ki miatt, hogy ment ez az egész akkor? Hát én nem tudom, mert mondom, én is ebben fogok tájékozódni. Szombaton, amikor ott voltam Orfűn, akkor a polgármester asszonyról
tájékoztatott, hogy megnyitott ugyan a strand, meg. De Tóba még kellene 1 méter víz, ami a csapadék hiány, vagy 90 centi csapadék hiány miatt hiányzik. Én nem tudom egyébként a strandnak a problémáival kapcsolatban, csak azt sajnálatosnak tartom, nagyon. Hogy kánikulában nem működik. Nagyon. A kis tó viszont nagyon működik, azt mondják. Az igen, az kiváló egyébként, szerintem is. Igen. Hát akkor azért remélhető valami megoldás, hogy ezt helyreállítják. Hát szerintem fontos Orfűnek. Hát ez a meccsek-gyöngye program, ez azért fut, nem? A meccsek-gyöngye program fut, az azért ott nem csak Orfűnek, hanem Magyar Hertelend, Sikonda számára is egyfajta lehetőséget biztosít különböző fejlesztéseknek az elvégzésére, úgyhogy szerintem a környező településeket is be kell vonni ezekbe a projektekbe. Akkor még egy lépésünk van, még van 3-4 percünk a műsorból. Mennyi idő lesz? Nagyon elment. A pólussal kapcsolatosan kérdezném, ugye, hogy a múltkörön tette ezt a bejelentést, hogy sikerült visszacsinálni az egészségügyi központ, egészségügyi és innovációs központ. Igen, ez körülbelül 2 héttel ezelőtt voltam itthon, akkor illetőleg én többször vagyok azért itthon, azt szeretném mondani. Csak volt alkalmunk beszélgetni. Igen, 3 hete beszéltünk, de 2 hete volt az, amikor összeültem azokkal az érdekeltekkel, akik a pólus program végigvitelében érdekeltek. Nyilván ebben az egyik fontos kérdés volt az, hogy az egészségügyi integrációt azt hogy tudjuk végrehajtani. Ebben a megyei, illetőleg az egyetem és a város a járóbetegellátás tekintetében egy egyeztetés, ha jól tudom, éppen most pénteken lesz egy egyeztetés. Abban maradtam az érdekeltekkel, hogy az integrációról augusztus 25 után fogunk erre visszatérve tájékozódni. És hát van egy másik kérdés, ez a fejlesztések kérdése, az pedig ugye 2 féle támogatási lehetőség van. Csak rövidítve mondom, ezt önt sokkal jobban érti nálam, lehet, hogy a nézők is a TIOP 2-4 meg igen. A TIOP 2-6-ból idén második fél évben, illetőleg jövő év első fél évben 212,5 milliárd forintra nyílik lehetőség. Én nagyon remélem, hogy ezzel azokat a projekteket, amit az integrációt követően az egészségügy fejlesztéseiben, akár a infrastruktúra, hiszen ma, ha emlékeim nem csalnak, 23 helyszínen van az egészségügy különböző helyszíneken, ezeket is valamelyest egy-egy tömbbe megjelenítve, illetőleg egy korszerű felszerelést fogunk tudni biztosítani. Ön szerint egyébként ez az egész pólus program, amire mindenki azt mondta, hogy ez nagyobb volumenű gyakorlatilag, mint az LKF, nagyobb volumenű is lehet, hiszen 100 milliárdos volumenű is lehet a pólus program. Ön szerint ennek a pólus programnak van megvalósulási esélye, hiszen gyakorlatilag egy évig állt az egész? Ennek nem hogy van, hanem ez már olyan közelségben van, hogy ezt az augusztus 25-öt azért említettem önnek mind a két tekintetben, mert szeptemberben már TEF pályázatbeadási határidő van. És hát azért egy emlékeztetőt is készítettünk az érdekeltekkel, ahol nyilvánvalóan mindenkinek megszabtuk a feladatokat, hogy mit kell ellátni ahhoz, hogy ez valóban egy sikeres pályázat legyen ez év második felében, illetőleg a jövő év első felében is. Meg kell valósulnia szerintem, ez nekünk létkérdés. Akkor még 2 örök témát említhetek, az egyik a 6-os út. 2010. március 31. Ez egy milyen, ez biztos határidő? Biztos. Ez év novemberében történik a szerződéskötés, és mind a két szakasz, az, ami Dunaújváros, Szekszárd, illetőleg Szekszárd-Bolyj-Pécs, ez mindegyik 2010. március végéig meg fog valósulni. Addig elvállalták ezek a győztes pályázó? Igen. Addig ezt megcsinálja, alapítan mindennel együtt. Így van. Amikről ma beszéltünk, ez a 3 nekem szívügyem. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy 2010-ig ezekben nekünk spiccen kell lenni mind a 3 kérdésben. Hát ez biztos. És ugyancsak a repülőtér kérdése, amit valaki le is írt, hogy azt hiszem a Kornay Gábor cikkben volt a HVG-ben, hogy ez nem egy alkalmas repülőtér. Hát ez lehet, hogy ez most éppen nem alkalmas, bár volt. Hát erre van egy 1,5 kilométeres pályahosszabbítás, ami lehetőséget biztosít arra, hogy nagyobb gépek is leszálljanak. Én
Ugye a megközelíthetősége Pécsnek mindig egy kulcskérdés volt. Én úgy gondolom, hogy a Pogányi reptérnek a megépítéséből visszafele már nem lehet jönni, csak előre menekülni lehet, tehát azt az 500 métert meg kell építeni. De ezt a Pogányi repteret nagyrészt a város építette, tehát ebben nem sok. Igen, de erre van egy kormányzati ígéret arra, hogy ennek az 500 méteres meghosszabbítása megtörténik. Elnök asszonyon, hogy látja a szerepét a továbbiakban ezekben az ügyekben? Hogy tudja segíteni az imént említett ügyek a folytatását? Nézze, én segíteni csak úgy tudok, hogyha azok is tenni akarnak, akik ebben kompetensek. Ez egy kulcskérdés. Én ugye sokszor megjelenik az, hogy hazajövök rendecsén, nem rendecsén. Nekem, én képviselő vagyok, nekem fontos az, hogy bizonyos kérdések menjenek előre. Ugye szoktam viccesen mondani, hogy Margaret Thatchernek van egy mondása, hogy a politikában azt akarod, hogy valamit megmondjanak, bízd egy férfira, de azt akarod, meg is csinálják, bízd egy nőre. Na most hát nyilván ez valóban inkább humor értékű, de én azt hiszem, hogy én mindaddig fogom ezt tenni, amíg úgy látom, hogy azok, akik valóban erre hivatottak, hogy a döntéseket meghozzák, akiknek lépniük kell, szintén akarják. Hát van egy bizonyos pont, amin akkor, ha ez nem történik meg, nekem is el kell gondolkodnom, de ennek még nem jött el az ideje. Én minden esetre mindent megteszek azért, hogy Pécs ebből a fajta kicsit szkeptikus, kicsit bizalomhiányos, kicsit hitelét vesztett, lendületét is. Kicsit lendületét vesztett helyzetből próbáljon meg kilábalni. Nekem ez nagyon fontos. Én magam is itt élek, tehát ennek a városnak a jövője, ez azt hiszem, hogy mindannyiunknak fontos. Vannak lehetőségek. Ha ezt mi most nem ragadjuk meg, hanem a személyes torzsalkodások, a tehetetlenség, vagy a mulasztások fogják eluralni, akkor én azt gondolom, hogy egy történelmi lehetőséget mulasztunk. Én ebben nem szeretnék társtettes lenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a stúdióba fáradt, és a nyár hátralévő részében remélem lesz ideje azért pihenni is emellett. Hát én leginkább hazajövök, nekem ez a legnagyobb pihenés, hogyha... Hát ha az így zajlik, akkor azért annyira nem lesz az. Hát nem baj, de az a lényeg, hogy menjenek előre dolgok. Köszönöm én is önnek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Szép estét, viszontlátásra.